Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Szombaton a Jancsár kertben jártunk a termelői és biópiacon, ahogy Schulz Györggyel, a piac vezetőjével beszélgettünk. Megállapíthattuk, hogy továbbra is népszerűek ezek a piacnapok, és hát kiváló minőségű árut kínálnak a termelők, amelynek az ára sem változott igazán. Nézzük meg ezt a beszélgetést. Jó itt körülnézni, én azt gondolom, hogy egy olyan tipikus január végi szombaton vagyunk, ahol árubőség van, nagyon sok a vásárló is. Egy kicsit tekintsünk vissza az elmúlt évre, hiszen az nagyon-nagyon fontos, hogy a koronavírus járvány okán azért furcsa időket éltünk meg. Valóban nem volt könnyű ez az időszak. Mi mindig követtük az előírásokat, követtük az eseményeket. Így voltak, amikor kitelepültünk inkább a szabad levegőre, a legforgalmasabb árusokkal, és így alkalmazkodtunk ahhoz, hogy a távolságtartásnak például meg tudjunk felelni. A maszkviselés az most már természetesen elfogadott. Most megint azt tapasztaljuk így január végén, hogy az Omikron hullámnak talán a csúcsán vagyunk. Sajnos egy-két árus is távol van emiatt, de hát nagyon bizakodunk abban, hogy az előrejelzések alapján ez a hullám lecsillapodik. Egyébként minden szombaton mi a vásárlók rendelkezésre álltunk, tehát nem volt kivétel. Most már tizedik éve, most már több mint 500 piacot tartottunk, ebben nincs semmiféle engedmény, még ha egy kicsit kevesebben is, egy kicsit megtörtebben is, akkor is a legfontosabb az, hogy a hozzánk kilátogató, egy 1500 vásárló megtalálja azokat a kedvenc termelőit, akiktől a megszokott termékeit megvásárolja. Nagyon fontos kérdés, az árubőségről beszéltünk már, az árak, hiszen a vásárlók tartottak attól, és a hírek arról szóltak, hogy jelentősen emelkednek az árak. Én azt gondolom, hogy menjünk sorban, hogy nem is pontosan, hogy forintban mennyibe kerül, de hogy állunk ez ügyben. Kezdjük a tőkehúsoknál, hogy állunk? Ugye most mindenki a február 1-i változásokra figyel. Hát nálunk a tőkehúsoknál az a helyzet, hogy a sertés combot, illetve a sertés combnak a csontozott vagy a bőrös változata nem változik az ára. Tehát most jelenleg is ugyanannyiba kerül, és február 1-én sem kell emelni, mint amennyi október 15-én volt. Ahol változás lesz, és ez körülbelül kilónként 170 forintot jelent, ez a csirke mell és a csirke farhát tekintetében. Tehát ennyivel fog csökkenni, tehát mintegy 10%-kal a csirkemell, és akár a csontos, akár a fűrézett csirkemell, illetve a csirkefarhát ára. A többi termék ára, a többi húskészítményé, vagy tőkehúsé nem fog változni. Beszéljünk a füstölt árukról, hiszen itt is nagyszerű termelők és árusok vannak. A füstölt áruk ára nem változott az elmúlt hónapokban. Nálunk jellemzően kis családi gazdaságokban állítják elő a füstölt húsokat, ezeket a húskészítményeket, felvágottakat, hurkát, hurkaféleségeket, kolbászt, és ezeknek az ára nem változott. Tehát nagyon fontos az, hogy kis családi gazdaságokról van szó, jó rész maguk a férj, feleség, esetleg a gyermek állítják elő a termékeket, tehát ebben a tekintetben nem volt változás az elmúlt év szeptembere óta. Fontos kérdés nem különben a zöldségek, hiszen a zöldségek ugye primőr áruk mondhatjuk. Hát nyilvánvaló, hogy még a fólia alatt termett zöldségek kerülnek a piacra, de hogy áll az ár? A zöldségek tekintetében már egy kismértékű áremelkedés már az elmúlt év őszétől kezdve megfigyelhető volt. Erre is az a jellemző, hogy ha maga a kiscsaládi gazdaság állítja elő ezeket a termékeket, akkor nagyon mérsékelt vagy szinte nem jellemző az árak emelkedése. Amennyiben már egy-két részmunkaidős alkalmazottat kell foglalkoztatniuk, akkor a bérek emelkedése miatt egy kicsit erősebb az árfelhajtási kényszer.
ugyancsak a műtrágyák emelkedése, vagy pedig még az embargó előtti energiaárak emelése, a gázemelés egy fóliasátor esetében elég jelentős kiadást jelentett a gazdaságoknak, amit tovább kellett hárítaniuk. Ilyen volt, vagy még például a szén áremelkedése, vagy a műtrágya esetében például a forint árfolyam változása is, ami inkább egy kismértékben árfelhajtó hatása volt, de itt sem jellemzők a komolyabb áremelkedések. Vannak olyan szezonális érthetetlen történetek, mint például a mai nap esetében a kígyóuborkáé, ami egy kicsit jelentősebb mértékben megemelkedett. Hát valószínűleg, hogy ez a fóliasátrakra, vagy a fűtési költségekre van vezethető vissza, hogy ez így ma megtörtént. Gyümölcsevő nép vagyunk, szeretjük a különböző gyümölcsöket. Hogy állunk ez ügyben? Most nyilván gondolok itt a narancsra, mandarinra, amit nem tudjuk mi semmiképpen sem befolyásolni, de úgy általában a Magyarországon is megtermelhető gyümölcsök ára hogy változott? Nem változott. Ma is megkérdeztem a termelőinket, és meg magam is ezt tapasztalom, hogy például az alma ára az változatlan, szinte szeptember-október óta körteára hasonlóképpen a dió árában lehetett egy kis emelkedést megfigyelni, de a Magyarországra jellemző gyümölcsök, és akkor a gyümölcsökből készített gyümölcslevek, natur gyümölcslevek árában nem figyelhető megemelkedés. Maradt a kenyér és a tej, kezdjük a kenyérrel, illetve a pékáruval. Itt megfigyelhető egy 10% körüli áremelkedés. Érdekes módon nem egységesen a nálunk levő négy pékség esetében vannak eltérő tendenciák, de jellemző az, hogy alapvetően a liszt áremelkedése miatt a pékáruk ára egy 10%-kal megemelkedett, de például van egy kovásszal péksüteményeket előállító pékségünk, ahol nagyon minimális vagy gyakorlatilag nem volt áremelkedés. Itt is függ a gazdaság méretétől. Inkább itt azt tapasztalható, hogy ha több alkalmazott van, akkor az évelejei fizetés bérnövekedési hullám miatt ezt áthárítják az árakba. Hát ugye az alkalmazottak figyelik a környező áruházakban vagy élelmiszerboltokban a keresetek alakulását, és akkor a saját vállalkozásukban is a főnökség felé ilyen kérése fordulnak. Ez természetesen ilyenkor az év elején. Ennek bizony van hatása, még a pékségekben a kemencefűtési költségek emelkedésén kívül az árak alakulására. Nyilván a lisztár is változott, úgyhogy viszont menjünk tovább. Tej és tejtermékek, azt tudjuk, hogy a kormánydöntés alapján a tej, a 2,8-as tej ára sem változhatott, viszont a mi újság a többi tejtermékkel, a sajtokkal és a többivel? Nem figyelhető meg átlagos emelés, áremelkedés ebben a tekintetben. Esetleg egy-két speciális sajtféleségnél láttam azt, vagy tapasztaltam, hogy megemelkedtek az árak. Lehet, hogy valamilyen speciális adalék vagy összetevő áremelkedés kellett tovább hárítani. Nem volt tehát ebben a tekintetben jelentősebb áremelés ezen a területen. Összességében milyen év elé nézünk, hiszen látjuk, hogy most verőfényes napsütés van, de hát nagyon sok minden változhat. Igen, hangsúlyozom, hogy mi egy családi gazdaságokra épülő háztai piac vagyunk. Éppen ezért kisméretű gazdaságokról van szó, akik természetesen fejlődnek, beruháznak, fóliasátrakat építenek, nagyon innovatívak, de például eléggé szükségük van a kézi munkaerőre, és kiegészítő munkaerőt kapni, vagy kézi munkásokat kapni manapság az elmondások szerint szinte lehetetlen. Már nem csak magyarországi, hanem
az ország határon kívüli közeli területekről is már elég leszűkült a munkaerő utánpótlás, távolabbi vidékekről kell a mezőgazdaságba is kisegítőket hozni, egy kicsit nagyobb gazdaság esetén. Tartanak nyilván a további esetleg energiáremelkedéstől, ahol fóliasátrak vannak a fűtési költségektől, műtrágya, forint árfolyam áralakulás, ezek mind befolyásolják a gazdaságok nála az árszintet, de azt kell mondanom, hogy ezeken a mikrocsaládi vállalkozásoknál abszolút stabilaknak tűnnek, optimisták, nagy lendülettel indulnak ennek az évnek is. Még egy gondolatot talán, hogy mivel a piacon minden alapvető termékből, tehát a tejtermékekből, füstölt húsárúból, mézből, sajtokból, több árus és több, vagy akár a pékségek esetében legalább 3-4-5 termelő van jelen. Így érdekességként megfigyelhető az, hogy közöttük eltérők az árak és a termékek árainak az alakulása. Éppen ezért egy ilyen piacon is érdemes szétnézni, hiszen különbözőképpen reagálnak ezekre az árfelhajtó eseményekre ezek a gazdaságok. Egy kicsit egymásról is figyelnek, vagy egymásnak is a konkurenciát jelentik, és ez tulajdonképpen nagyon jó dolog. Tehát nem lehet azért homogénnek tekinteni még egy ilyen viszonylag kisebb termelőpiacot sem. Érdemes végig sétálni a sorok között, és ha egy terméknél is megnézni, hogy a különböző termelők milyen minőségben, milyen kiszerelésben, milyen csomagolásban, és milyen áron kínálják ezeket a portékákat. Az őstermelőknek segít az, hogy egyre több olyan pályázat nyílik, amelyben segítik a termelést? Az eddigi tapasztalat inkább az, hogy a sok bürokratikus, adminisztratív teher miatt elég nehezen tudnak ezzel megbirkózni, de nagyon lényeges kérdésnek tartom, és éppen ezért mi elhatároztuk, hogy segítséget nyújtunk a pályázatok felkutatásában, előkészítésében, kiépítünk a pályázatíró cégekkel kapcsolatot, és így segítséget akarunk nyújtani a termelőknek, akiknek sem idejük, sem esetleg tapasztalatuk nincsen az amúgy eléggé bonyolult pályázatok összeállításában, de nagyon fontos, hogy minél többen tudjanak pályázni, hiszen pénztárgépek, címkézőgépek, akkor a csomagolásban, a vákumcsomagolásnak nagy jövője van, és nagy szerepe van, és egyre inkább elterjed, vagy éppen kis raktárbővítés, vagy hűtőberendezések vásárlásánál, vagy éppen a gépkocsi szállítóeszköz, vagy hűthető szállítóeszköz vásárlásnál. Nagyon sok segítséget jelentenek számukra ezek a pályázatok, tehát ez számunkra is egy komoly feladat, így a piacvezetés számára, hogy segítsük ebben a termelőinket. Összességében jó úton járunk? Igen, igen. Stabilizálódott ez a családi mikrogazdasági szintű élelmiszertermelés. Egyre inkább a nyersanyagtermelésen túl ők a feldolgozás irányában is lépnek. Egyre több a feldolgozott termék. Egyre jobban figyelnek a csomagolásra, csomagolás minőségére, vagy egyáltalán az áruk dizájnjára, egy kicsit a marketing munkára. Tehát igen, az elmúlt éveknek a sok erőfeszítése az megmutatkozik ezen a mikro családi vállalkozási szinten. Igen, fejlődnek, magasabb hozzáadott értékek kerülnek ezekbe a termékekbe, figyelik a konkurencia és a külföldi tapasztalatokat, és megpróbálnak így fejlődni. Az egészséges táplálkozás irányába megint határozott lépések vannak. Például most viszonylag egy pár hónap óta új dolog nálunk a fermentált zöldségek, a kínálata. Nagyon sokan vannak, akik igénylik ezt éppen az egészségi helyzetük folytán. Hát igenis az egészséges táplálkozás, táplálékok, adalékmentes, vegyszermentes élelmiszerek előállításában sikerül nagyokat előrelépni, hát ezzel elősegíteni azt, hogy egy kicsit egészségesebben éljünk. Hogy áll a felújítás, illetve a piac bővítése? Megkapta a tulajdonos cég az építési engedélyeket, tehát, és így tulajdonképpen megkezdődhet a kivitelezés előkészítése ennek a
piac csarnoknak a felújítása, majd pedig a bővítése. Tehát én úgy gondolom, hogy látványos jelei lesznek már ebben az évben, hogy ez a felújítás el fog kezdődni a piaccsarnok esetében. Egy korszerű, egy fűtött-hűtött csarnok fogja várni a vásárlókat. Ellentétben a mai hideg, mondjuk 3 fokos itteni hőmérséklettel, de ami a számunkra fő kívülás, hogy lehet ezt a hangulatot ebben a retro környezetből átmenteni majd egy újabb vásárcsarnokba, amelyik majd minden nap nyitva lesz. Tehát ez egy nagyon fontos dolog lesz, de én úgy gondolom, hogy az eladók, a vásárlók személyisége, az itteni várakozásai teszik azzá a piacot, amivé, tehát vagyis mi magunk vagyunk a kulcs, hogy egy piac milyen hangulatú lesz, mennyire lesz szerethető, nem pedig a külső körülmények elsősorban, nem a csarnok vagy a fűthetőség, hiszen ezek hiány is most már nagyon sok év óta tudunk itt működni, és várjuk és kiszolgáljuk a vásárlókat. A Nóéhegyi Szent István Borlovagrend szombaton tartotta hagyományos ünnepségét, a találkozón megválasztották az év borát, illetve bemutatták a borrend új királynőjét. A koronavírus járvány és a szélsőséges időjárás alaposan megnehezítette a borászok dolgát is, de túllépve a gondokon, ebben az évben is megtartotta hagyományos találkozóját a Nóéhegyi Szent István Borlovagrend, amelynek rendhagyó módon a Köfém Művelődési Ház adott otthont. Az ünnepi esemény keretében átadták az év zászlósbora és az év kísérőbora elismerést, illetve bemutatták az új borkirálynőt is. Rendkívül megnehezítette, mint szerintem mindenkiét. Most is látjuk ezen az eseményen, hogy egy bálnak kellene ma lenni, de a koronavírus miatt egyszerűen nem tudtuk megrendezni. Egy csomó ember, csomó bortenni társunk, borkedvelők úgy gondolták, hogy inkább ezt nem vállalják be, ezt a kockázatot. Ezért kellett ezt a zászlósbori átadót is egy ilyen módon megszervezni ma. De azt gondolom, hogy igyekszünk megadni a rangját így is. A zászlósbor mindig ünnep a borrend, illetve a borrendi tagok számára is. Kit köszöntetünk idén? Hát, ha előzetesen lárulom, így megsúgom, hogy csak közöntünk maradjon. Az idén a Csóbor pincészet nyerte, az Agári Csóbor pincészet nyerte a zászlósbor kitüntető címet. Azt hiszem, hogy egy nagyon szigorú zsűri vizsgálata alapján sikerült a bort kiválasztani. Minden szempontból körüljártuk a borokat, és a zászlósbor kívánalmainak ez felett meg a leginkább. Milyen fajta nyert el? Ez egy írsai olivér. Az idei zászlósborunk egy írsai olivér, a kísérőborunk egy Cabernet Sauvignon lett. Az szintén a Csóbor pincészettől. Az avatott szakmai grémium döntése alapján 2022-ben a Székesfehérvár város zászlósbora rangos címet írsai olivér borával a Csóbor pincészet érdemelte ki, a Chardonnay kísérő bor pedig szintén az ő hozzáértő munkájukat dicséri. Az egy írsai olivér. A tavaly évben, mivel későn lett tavasz, nagyon rövid tenyészidő volt a boroknak, illetve a szőlőnek, de az írsai, mint tudjuk, korán érik, azért egy finom, illatos, jó bort készítettek belőle a lányok. Nagyon fontos, hogy egy olyan csapat áll mögötted, a Csóbor pincészet mögött, amely most már átvette, ha úgy tetszik, a szakmai irányítást. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy az alapító is mindig részt vegyen a munkában. Hogy telt ez a koronavírusos időszakotok? Hát a vírus megtalálta a teljes családot, hál' Istennek kijöttünk belőle jól. Én lassan átadom a pincét a fiataloknak, a szemem rajta tartom, de tényleg jó dolgoznak. Tehát a Linda az kiváló borász, van véleménye, technikai tudása megvan hozzá, hogy a legjobbat hozza ki. Hát a pincénk az jól felszerelt, tehát minden adott ahhoz, hogy jó borokat készítsünk. Mennyire nehezítette meg a koronavírus járvány az árusítást, az eladást? Hát igazándiból nem, hál' Istennek, sőt, talán többet eladtunk lenne a pincénkbe, mint máskor, mert a borozó nyitva maradhatott, tehát az egy üzletnek számított, ott helyben nem lehetett fogyasztani, elvitték a bort, és ugye nagyon sok fehérvári, nagyon sok pesti kuncsaftunk van,
aki hetente járt hozzánk, az rendszeresen vitte mondjuk az 5 literjét, de most hál' Istennek 10-et is elvitt, és jobban zártunk, mint az előző évben. Az ünnepségen bemutatták a borrend új királynőjét is. Igari Fruzsina, a Kertészeti Egyetem szőlész borász mérnökképzés hallgatója, aki a borrendi tag édesapja útját járva választotta hivatásául a nemesnedük felsőfokú ismeretét nyújtó képzést. Édesapám 2-2,5 évvel ezelőtt lett a borrend tagja, és az egyik borrendi rendezvényen felkértek igazándiból 2 évvel ezelőtt borkirálynőnek, és úgy gondoltam, hogy hát elvállalom ezt a szerepet. Milyen tervei vannak? Mi minden lesz a feladata? A feladataim közé fog tartozni ugye a rendezvényeken való megjelenés, illetve képviselnem kell magát a borrendet. Pontosan még nem lettem beavatva minden feladatba, úgyhogy egy kicsit titok is nekem, de igyekszem mindent majd megfelelően ellátni. Ez minden egyes találkozó nyilván ünnep lesz az ön számára, mivel foglalkozik a hétköznapokon? Jelenleg tanuló vagyok, a Kertészeti Egyetemnek a hallgatója vagyok idén szeptember óta. Miként választott szakirányt? Szőlészborász mérnöki alapképzésen vagyok most. Előtte egy 2 éves felsőoktatási szakképzésen vettem részt, Lentszekszárdon. Egy évet kihagytam, dolgozni mentem, és ez alatt, az idő alatt rájöttem igazániból, hogy ezt szeretném kicsit mélyebben megtanulni, és jobban ezzel szeretnék foglalkozni. Az ünnepségen elhangzott, hogy az idén 20 éves borrend méltó módon kívánja köszönteni 20 éves jubileumát, így ha a járványhelyzet engedi, méltó ünnepség keretében tekintenek vissza veretes múltjukra. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!